Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, a jön Warframe lőjön szakú bemutató. Hát, sokat fogunk beszélgetni erről a Warframe-ről, és ahogy élik, természetesen végigfejünk a képességeken, mit tud és egy aféle véleményezésen. Nos, amikor pont kijött e, ugye ez a Warframe, akkor én akkor végeztem a szabad napjaimmal, és mentem Melóba, és miközben Melóban voltam, hogy nézegettem az e, többi videóst, hogy mi a véleményük erről a Warframe-ről, és hát, hogy illik annak és mondja szerint, mindenki lehúzta a francba. Egy-két e, videós pedig, hogy is mondjam, passzívan álltak hozzá e, a dolgokhoz. Na most őszintének kell lennem veletek, a Szakuval vannak problémák, nem. nem. Nem, nincsenek vele problémák. A Szaku visszahozott egy olyan időszakot a Warframe időszakából, eh, amhol még értelme volt annak, hogy különböző Warframe-ekkel játszál. Tehát, mit akarok itt mondani? A Szaku nem mindenható. A Szaku nem olyan, mint egy. Visp például. Visszahozta azokat az időszakokat, amikor um, a megnek csak kétfajta bilgye volt, a gridi pool, meg a hármas képességére alapozott bolygórobbantás. Amikor az Excaliburnak vakitos bilgye volt, vagy radial javelines bilgye volt, és értelme is volt használni, akkor visszahozta ugye a slow Speednovát, speed novát, visszahozta a régi vóban, bastil vóban, szóval azon időszakokat hozza vissza, a, a szakó. és hogy mire gondolok itt úgyhogy egyes warframe a Warframe úgy volt úgy kialakítva, és a játékmenetnek olyan csapdai voltak, hogy olyan szinten kénytelen voltál finom hangolni a modolásodat specifikusan uh, bizonyos játékfajtákra, hogy az a warframe ott helyt álljon, hogy így értelme volt um, váltogatni a Warframe-eket. De például, hogyha most viszek egy viszpet, ami életet tud történni, crowd controlja van, speed buffja van, ugye fegyverekre és warframe mindenkire, és ilyen kb. mindenható Warframe, mindent megoldasz vele egymagad. A szakú val lehet, de nem ajánlott. Ezt tudnám hozzáadni. Na most, kifejteném. Nagyon, agyon tesztelgettem ezt a Warframe-et, és vicces, hogy egyes videósok mennyi formát belenyomtak, azt hiszem, hogy fölösleges. Mindenki, ahogy észreveszem, arra fókuszál, hogy hogyan lehet um, ezzel a Warframe-mel szólózni. És nagyon kevesen mennek el az a tény mellett, hogy ez a Warframe... Nem feltétlenül készült szólóra. Ettől függetlenül, természetesen, mert én se adom fel, fogok mutatni egy olyan modalást is, amit én Pass-ban egészen pozitívan véltem felfedezni szólózásra. Szóval úgy nézem, hogy a legtöbben arra fókuszálnak, hogy milyen ez a Warframe szólóban, amikor, és amellett természetesen elismerik amazt, hogy van neki egy képesség, ami teljes mértékben megfosztja az enemit az armortól, minden mindentől, és nagyon-nagyon ugye sebezhetővé teszi. És ugye erre gondoltam itt, hogy a régi warfare egy specifikus modolása volt, amiben a legkiválóbbak voltak, mint például a Vóban, a Bastilban. így a szakúnak is a hármas képességének, a géz, azon belül is a géz képességnek ugye a leghatékonyabb modolása van. Hatalmas range, idővel megfogva is egy csapat kell mellé. A játék, amit láthattok, az igazából az bizonyítja. Egyetlen egy szerencsétlen vóban volt velem, és ketten lehoztuk volna a világ végét is. A szakú eléri a, azt, hogy csapat a csapat végtelenségig menjen, és ez köszönhető a géz képességének. Végtelenségig. Mert nincs armor, nincs shield. De viszont a csapatnak vigyáznia kell rá. Tehát fel kell szedni, a életet kell biztosítani, élettöltést kell biztosítani, valamit. És ezért cserébe, Megállíthatatlan lesz az a csapat. És a szakú kifújt. De nem is kell több. Úgy értem, a warframe-nél. Mi kell több, mint az, hogy az armor és a shield eltűnjön? Mi kell még több? És ugye nem beszélve azt, hogy még megspékel egy kis void damage is, aminek némi crowd control hatékonysága is van. Szóval de mi kell több annál, hogy az armor 100%-ban és a shield 100%-ban eltűnjön az enemikről? Érted? Egy csapat, akinek összesítve hogy viral damage -e van, tűz damage, mindenféle damage -e van, ami, ami, pozitívan hat ugye a húsra, a hús életre, a piros csíkra, ugye? Egy olyan csapat végtelenségig megy el, és ezt köszönheti egy olyan warfare mint a szakú. Azért, mert a szakú egyféle bildet hoz, és abban az egyféle bildben benne van az a szerencsétlen... Öm, 100%-os armor uh, és shield elvonás, ugyebár emiatt az a másik csapat korrozív projection helyett akármit bele, olyan szintű fajta buildet enged meg a csapatnak szakú, amilyet szinte csak akarnak, amennyiben cserébe megvédik a, uh, ugye a szakút. Szóval, ja, egy defenzív játékmódot követel, ez a, ez a Warframe, hogy behúzódjunk valahova, lehetőleg ne legyen senki a hátunk mögött, és akkor tudod kontrollálni a pályát, mert ugye van némi crowd control, hármas képességének a melyis, melyik, a accuse nevű képessége, az ugye egymás ellen fordítja az enemit. <kül> szóval úgy is van dizájnolva a képesség, hogy hogy ne szólósan lehessen használni, nem gyorsak, kifezetten, lassak, ugye görgetni kell közöttük a hármas képessége, hogy melyiket, mikor. Szóval arra van kitalálva ez a Warframe, hogy megállj egy helybe és kontrolláld a pályát vele, nem arra van, hogy végigrassold ezt a pályát vele. Ezért mondom, hogy a szakú csapatjátékos és annak az egyik legjobban 44 Warframe között, ami van azt hiszem, hogy senki nem tud százszerzalékosan elvonni shieldet és armort, és, és kivenni fegyvert a kezükből, mindezt egyik se tudja, egyik Warframe se tudja, hogy a Frostal lehet százszerzalékosan armort elvonni, de shieldet nem. Szóval, ja, így, így állnánk. Hölgyeim és Uraim, első képessége a szakunak. Semmi nagyon extra void damage-et ad az ellenfelekre. És ugye a void damage az úgy látszik egy ilyen kis magnetikus szerű bubi jön közöttük létre, és igazából az is, mert a golyók ben ragadnak. Ha az enemik lőni kezdenek ebben a magnetikus sebzésben, e magukat sebzik tulajdonképpen, kicsit úgy működik, mint a megnek a kettes képessége. Ami hiányzik erről a void damage-ről, az az, hogy hosszabb ideig tartson. A státuszt tehát meg kéne növelnie az alapstátusát ennek a void damage-nek. Ha mondjuk olyan lenne, mint a tűzé, hogy legalább egy 6 másodperces lenne, akkor kicsit több mindent lehetne vele kezdeni, de így csak egy jó jövő extra bónusz uh, tulajdonképpen felejtjétek, hogy a Void Damage az a Grinérek ellen, húsa ellen nem igazán jó, mert mínusz 50%-os a damage -e. A korpus hús ellen jó, és az Infested ellen is jó, de nem mindegyik fajta ellen. Szóval a Void Damage hatékonyan működik a hús, en húsos enemik ellen, viszont a Grinér klón húsa ellen nem. Nem annyira hogy így mondjam, és egyes infestedeknek a húsa ellen sem és itt térnénk ki a kettes képességre a kettes képesség elveszi az ellenfelek kezéből a fegyvert a, hogyha infestedre kerül a sor akkor klónozi a te fegyveredet és ugyanúgy void damage-et oszt ki rájuk na most, mivel a do void damage haszna vehetetlen kicsit így aztán magas szinteken ez a damage behal kivéve, hogyha húsra lősz rá Ugye bár, uh, még hogyha Grinierre is lősz rá, egészen hatékony, de hogyha uh, lő rá, pontosabban a kettős képesség, de hogyha ugye infested, illetve korpusz ellen lősz ezzel a fegyverrel, uh, amennyiben mondjuk a hármas képesség a gézbe van kapcsolva, tehát csak hús van előtted, magyarul így mondva, akkor egészen hatékony tud lenni, de kifejezetten nem fogsz számolni ezzel a képességgel. Ráadásul van egy olyan hibája, hogyha mondjuk a gézzel lefogsz egy ellenfelet, ugyebár akkor elkezdi azt lőni. Ahelyett, hogy a többi ellenfelet lőzik, minden tűzerő arra fókuszál az egyenemire, mint a géz lefogott egy helybe. Szóval a gézes enemi mindig mögöttet kell legyen. Akit a géz egy hegyhelybe lefogott, az mindig mögöttet kell legyen, hogy, hogy a többi enemire lőjön. Epic. Nem értem hármas képesség, hölgyeim és uraim, és ugye itt jön a legnagyobb ereje, hármas képességnek mm, ugye van egy accuse, deny és gaze nevű képessége, a gaze teljes mértékben már beszéltük, elvonja az armort és a, a shieldet, tehát teljes defense-t elvon az enemiktől, az accuse egymás ellen fordítja az enemiket és a deny felfüggeszti az enemit a levegőbe, de ugyanakkor rájuk oszt némi void damage-et, de tekintve, hogy a void damage az, az kalapszar, ebből a szempontból így nem sok látszata van. Viszont megszünteti, ez a képesség, kifezetten ez a képesség, megszünteti a szentienteknek ugye a damage ellenállását. Valószínűleg, hogyha többet kell majd szentientek ellen harcolni, akkor a szakó az kifejezetten jó lesz valamire, de tekintve, hogy van egy olyan kardunk, hogy paraszész így aztán nem szar meg kaka, edd meg meg papa című uh, történet. Szaku ultimate képessége teljes mértékben egy bullshit, ugyanakkor legyen bekapcsolva, mert miért ne. Nem tudom, hogy kidöntött úgy, hogy, hogy energia elvonás is legyen, tehát elkapcsolási energiaelvonás is legyen, és ráadásul még energiát is használjon arra az időre, amire be van kapcsolva, nem tudom, hogy kidöntött így, de nagyon-nagyon hülyeség volt. Bizonyítékó, hogy ez a képesség nem igazán úgy működik, ahogy lennie kell, mert nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a Warframe egy idő után így is, úgy is meg fog ölni, legyen akármilyen dos chance legyen 100%-os dodge chance, 100 dodge chance akkor is meg fogsz halni a Warframe-ben, mert meg fogsz halni az AOE damage ellen, tehát ugye a területi damage ellen esélyed nincs védekezni az ultimate képességével. Szóval itt most arról beszélek, hogy az ultimate képességet, hogyha elkapcsolod 75%-os dodge chance-t Kapsz. A DOS-sensz a legrosszabb védelem fajta, amit Warframe-ben kaphatsz. Hol működik, hol nem. Tehát, és így mutatom, hogy, hogy Viszpál is el tudom érni azt, ami szakúval, és viszpel még az életemet is töltöm. Szóval a dodge az egy bitch please védelem, azért van ott, hogy színesítje a dolgokat. Ugyanakkor 25%-kal lelassítja az enemiket, amit az elkapcsolás közben elér az enemikhez, az ultid, akkor 25%-kal lelassítja, ezt nem lehet megnövelni, ami egy elég nagy probléma, ugye pedig az, az egy effektív, az egy igazán effektív védelem lenne a lelassítás és környezetszabályozás környezet szabályozás, ugye CC így aztán nem túl sok marad. ugye az enemik érzékenyebbé válnak a void damage-re, ennél látom az igazi hatást, mert én az egyes képességet folyton bekapcsolva tartanám ennél a Warframe-nél, miközben az ultiban vagyok, és ott igazán látok némi fejlődést damage téren. Na most, hogyha Synergy-re kerül a sor, a Condition Overload-dal fantasztikusan jól együtt működik az egyes és az Ultimate, mint ahogy látottátok is a videóban, minden bizonyal fognak jönni újabb és jobb synergy is, tekintve azt, hogy a Condition Overload beleszámolja, hogy ez is egyfajta státusz, így aztán jobban, gyorsabban lehet ölni. Az ult és az egyes felerősíti, hogy az ulti felerősíti az egyes képességet, és érzékelhetően gyorsabban halnak az enemik mind ettől. A szakú sajnálatos módon fog szerintem fog kapni egy buffot idővel. De csak azért, mert sokan lesznek, akik sírni fognak a fórumokon, hogy nem tudják mire használni. Mert a szakú nullától századik szintig haszna vehetetlen, hogy úgy mondjam. A build, amiket mutatni fogok, eldöntitek, hogy melyiket szeretik. Az egyik nullától kb. 200 300. szintig, játékostól függően, ugye, 2-300. szintig hely fog állni, elboldogultok, mint ahogy látottátok a videóban, uh, teljes értékben ellesztek vele, uh, eljátszadoztok vele, viszont a másik bild, az csapatbild, így aztán nullától 100 szintig nem igazán fog hatékony lenni, százas szintű lenne a legnagyobb haszna, de addig úgyis meg fogsz halni. Szóval <laughs> százas szintű a végtelenségig lenne a legtöbb haszna. De ha minnyiben csapatban mész, akkor természetesen a csapatbildet kell vinni, és nullától százalék szintig a csapatod életben tart, amíg életben maradsz, hogy tüss, amikor már beindul a kicsit kembelősebb és taktikusabb játékmód, tömegszabályozósabb játékmód, akkor lesz igazán nagy szerepe annak a játékosnak, aki a szakút viszi, és és akkor. Tehát szakú az endgame karakter, úgy gondolom, és kifejezetten csak és kizárólag endgame karakter. Hogyha nem nörfölik ezt a hármas képességet, a gészt, akkor a szakú csak abnak marad meg. Nem fog feledésbe merülni ez a warframe, mert mert megvan neki ez a képessége, amivel ugye el lehet vonni az enemi armor shieldet és a többi. Ezért nem fog feledésbe menülni. Szerintem minden magát, valamire is magára adó csapat, aki endgame-be készül, az most már bele fogja számolni a szakut, mint egy potenciális lehetőséget arra, hogy endgame-be vándoroljanak. Mert hogy ott a helye, és úgy gondolom, ott van a legnagyobb sikere ennek a warframe de addig, addig az egy kilódás vele eljutni, addig a percig, ahol ez igazán áll. És itt, itt meg, kétfajta modolás van, ugye ezt mondom, hogy a csapat és a szóló, a szóló nem túl erős, ös sajnos, addig bírja, meddig bírja, egy ilyen két 300 szintekig normális szinteken elleszel vele, steel egy órát bőven, Kibírsz vele, én is kivírtam gyakorlatilag, szóval nem egy nagy, hogy is, vasszizdász, de viszont akkor nem, ha szólóban mész, nem fogsz, hogy is mondjam, az összes képességének a lehetőségeiből élni. Mert mert nem lesz annyi időd, hogy elkapcsold őket, naturált ellent, mindenféle casting speed-et beraktam, amit csak be lehet rakni. Nem elég gyors a Warframe castingja ahhoz, hogy a képességeket gyorsan kapcsolgass. Viszont az ult és az egyes nagyon gyors, és a, szólóra kerül a sor, én ebben a két képességben látom a legnagyobb potenciát. Mert a Warf ez a Warframe lassú, még annak ellenére is, hogy naturált talent, még annak ellenére is túl lassú. És ja, fog, lesz rá, sajnos lesz rá a buff, de annyi biztos, hogyha a gész nem nörfelék számomra, ez a karakter endgame-be lesz karakter, ahol ahol a csapatodnak minden olyan szinten megkönnyíti a játékot, hogy, hogy csak na. Na, ö, srácok, én azt hiszem, hogy kifújt szakú ö, bemutató. Hát nektek hogy tetszik ez a Warframe? mit tudtatok belőle ö, kihozni nektek? Mi az ideális? És jöjjön a build csapat alapú build, hölgyeim és uraim, nekem ez lesz a main buildem, mint mondtam. Uh, fókuszálok időre, range-re és erőre, 200%-os erőnél a géz 100%-osan veszi el az armort, shieldet, anyám kinyát, mindent. Szóval ez lesz a fő annak a képességnek, és ugye erre rákapcsolva az egyes képességet, kettes képességet, és az a lényeg, hogy a csapatot rohadtul kitom segíteni, csak azért, mert van neki ez a géz nevű képesség, és ez az a modolás, amit én erre uh, kitaláltam. Tada! Na most a szóló az egy teljesen másfajta modolás, ami szöges ellentétbe megy uh, ezzel a, ezzel a modolás, amit itt láthattok. Itt már némi enemi radart uh, használunk, hogy az ellenfelek jöjjenek felénk handspringet, és millizek mint a hülye. Amit látodjátok, egy elég tankos build, uh, Vitality uh, Adaptation, Rolling Guard. Rolling Guardot csak igazán vész esetén használom, és egy Gladiator finesz, hogy némileg megakadályozzam a uh, halálos damage-et, hogyha bekapnék, 60%-kal megakadályozza. Flow, amint láttátok, egyik bildben sincs. Az ebben a bildben az energiás kötelező, vagy a energy energiás kötelező ebből a szempontból, hogy, hogy fel tud tölteni uh, azokat a képességeket. A B bildben pedig a rage oldja meg, és a strike ugye a kardozás miatt. A guardian uh, plus 900 armorja, az demi damage reduction ad, erre rájön az adaptation, ezért tud erős lenni normál szinten egy olyan két 300-as szintig Steel egy óráig, játékostól függően ki milyen ügyes vagy tovább. A random halálok garantáltak. A random halálok garantáltak. De ezzel bírtam ki a legtöbbet. És amint letettem egy Wisp specter, a játék már is könnyebb lett. Tehát már egy csapattak, hogy így mondjam, már is könnyebbé tette azt a bizonyos uh, játékmódot. Szóval ami a kardot illeti, uh, nagyon gyors na, javaslom, javaslom a legerősebb kardodat, amiben benne van uh, a healing return. A healing return kurva sok státusz, uh, tehát 11 életet tölt vissza. Uh, a, Attól függ el, hogy mennyi státusz van azon az enemén, és kurva sok státuszt tudsz kiosztani egy jó karddal, amit látjátok, Bloodrass, Weeping Wounds, uh, megspékelt uh, kardon van, jó, igen, heh, van némi uh, Riven módom is, és nagyon gyorsan vágom le az enemét, és nagyon gyorsan hílelődök vissza, még annyira gyorsan, ugye, hogy egy ilyen gyenge warframe is, esedékenyebb warframe-et is, mint a szakú életben tudjon tartani. De, hogyha pánik van, meghallom azt a, azt a tipikus hangot, tudjátok, akkor a Gladiator finesz egy megakadályozza, 60%-os esél, azért ez nem rossz. Uh, persze van jobb is ide, ugye, csak mivel nincs flow, nem nagyon van értelme. Um, hogy, hogy berakjam a mi, mi a neve, már elfelejtettem, de ugyanezt a, ugyanezt a modot, ugyanígy, egy ugyanilyen modot, mindegy. elfelejtettem ilyen. Uh, szóval, mivel nincs flow, nem nagyon van értelme a másik modot berakni, ezért a Gladiator finesz megteszi. És, mint látjátok, uh, három Gladiator modon van benne, az is rásegít a uh, kombó multiplierek, 30% plusz Christians, ez azt jelenti, hogy uh, Helios-t viszek, hölgyem és uraim, annak, aki nem nagyon akar bládra solgatni. Macskát is viesz, ha jól lesik, ha folyton fel akarod ő, őket éleszteni. És krit macskára gondoltam. Szóval, ja, hölgyem és uraim, ez, ez lenne, és ennyi lenne, szakú, én nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Iratkozz fel, csengőjellecske, csatlakozz a Csengő klámból, csatlakozz Discordhoz, ez link-link leírásban. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!